Na, hello, baby! Megérkeztünk a 13. résszel, tágulunk, bővülünk. Nézzük meg, hogy mit tartogat számunkra ez a szerda este. Könnyű szülés, kedves kommunások! Hello, bello, mi újság van? Itt vagyok egy tetőn, nem tudjuk, hogy minek a teteje, de ez egy tető, és mögöttem van a nagyon menő Hello Bibi feliratom, ami azért is menő, mert a betűknek a fodrozódása az hülyen lefesti azt az érzelmi állapotot, amit maga a terhesség jelent 9 hónapon keresztül. Vannak jobb napok is, vannak gyűrött, félig leresztett napok. Remélem, ti is élvezitek a frontot, mert én imádom a frontot. Konkrétan az van, hogy hol ilyen fejtető migrénem van, hol pedig önsájnálatban burkolózva magzatpózban fekszem a kanapén, ami nem teljesen magzatpóz, mert már akkora hasam, hogy nem tudom összehúzni a lábamat, tehát csak így apostrofálom, de valójában csak egy ilyen félbevágott cserebogár, aztán, hogy ezt így hívják, ezt a pózt. A háttérben pedig egy kellemes flex, valószínűleg ez a levezető flexkör, mert úgy látom, egész nap nem volt még egy intenzió flexel is, de most így rákapcsoltak. Írtátok, hogy ez nagyon sablonos flexet rakni a videóba, de az, hogy tavasz van, és ahol nem flexelnek, ott nem történik semmi. Az előző videó inkább arról szólt, hogy megmutassam azt, hogy többféle variánsa is van az életnek, nem csak a klasszikus formáció, amiben két szülő nevel egy vagy több gyereket, és remélem, hogy azért sokaknak ez hozott némi újdonságot a hétköznapokba. Az a helyzet, hogy én nem vagyok egy szülős, tehát neki van édesapja, aki még az életünkben is van ráadásul. Próbáltunk tőle többször megszabadulni, de nagyon szívós. Gépészmérnök. Azok nagyon szívósak, higgyétek el, csak a baj van velük. Péter van, Péter nem hagyott el minket, és itt egyetlen egy dologtól kell félni, hogy Pétert egyszer halálra idegesítem. Tehát kopos ruban távozása sokkal esélyesebb, mint a sima saját lábon távozás. Szóval, hogy említettem, Péter jelen pillanatban is biztonságban van a családi fészkünknek a kötelékében, ami azt jelenti, hogy a pincében van hozzáláncolva a radiátorhoz. Ha esetleg látta valamelyikőtök a Ponyvaregény című filmet, és tudjátok, hogy mit jelent az, hogy hozd elő a bénát. Na, hozd ki a bénát. Mász ki. Térdre. Mi egy hasonló családi struktúrában hiszünk. A vlognak új címet kellene, hogy adjak, igazság szerint, mert mostantól úgy kéne hívnunk, hogy a hazugságok hálójában Ráskó Eszterrel, vagyis megígértem nektek, hogy ezen a héten a testmozgásról fogunk beszélni, sőt, testmozogni fogunk. Hát nem lehetett számítani erre a fordulatra, de a jóga oktatóm elment, azt hiszem, Spanyolországba egy 10 napos lovas jóga táborba. Apropó lovak, elburjánzott ez a matrióska bejelentés ilyen születésterén, mert most nem csak kutyák, macskák, gyerekek vannak, hanem lovak is. És értem, nagyon helyes, de a gekkóig vagyok hajlandó elmenni, jó? Tehát a gekkó a max, jó? Szóval ez legyen a darwini hozzájárulása ez a vloghoz. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen terhesnek lenni. Fantasztikus érzés, elő is veszem a kis paketemből a jegyzeteimet. Azért van szükség jegyzetekre, mert egy 73 éves nénnek az agya lakik most ebben a testben, és sajnos süteményt nem tudok sütni, de cserébe mindent elfelejtek, és mindenkire haragszom. A hétköznapjaim továbbra is nagyon színesek. Beütött a magnézium hiány, gondolom, hogy tapasztaltatok már az életetek során, hogy mit jelent ez. Számomra ez azt jelenti, hogy reggel 6.15 és 6.27 között az egyik lábom kiegyenesedik magától, mint egy ilyen White Walkernek, és addig, hogy nem állok fel az ágyba, addig ilyen üvöltő fájdalom gyakorlatilag ez az, amit tudok produkálni, és utána pedig hát perceken belül elmúlik, vagy nem. Nagyon sok minden be tud görcsölni az embereknek. Nekem eddig a legjobb dolog, ami begörcsölt, az a három legkisebb lábujjam egymás mellett, de a kettő mellett az nem. Tehát valahogy így. Ez az M7-esen történt. 140-nél. Jó érzés volt. Szóval a héten edukálása is sor került. Elmentünk a Ceyzer intézetbe, hogy kipróbáljuk, vagy hát megtanuljuk, hogyan lehet újraéleszteni egy gyereket. Ami azért jó, mert én 15 percet késtem, úgyhogy nem vagyok teljesen biztos az alapokban, de nem amúgy. Nagyon részletesen elmagyarázták. Azt is megtanították, hogy hogy üssük rá úgy a gyerekről, hogy mások ne lássák. Az igazság, hogy tök sok mindent megtanítanak, főleg ilyen fogásokat, mert én sem tudtam például, hogy hogy kell a gyereket újraéleszteni, vagy hogy kell kiverni a szájából egy darabot, hogyha lenyelt egy legót, vagy ilyesmi. A leggyakoribb hiba ezzel kapcsolatban, hogy azt hiszük, hogy meg kell fogni a bokájánál fogva, és addig rázni, amíg ki nem köpi. De képzeljétek el, hogy ez egyáltalán nem működik, mert ettől agyvérzést kaphat. Plusz, ha nagy a gyereked, akkor nem fogod elbírni.
A közhiedelemmel ellentétben nem úgy kell a gyerekek szájából a megrakadt falatot kiszedni, hogy ezt a Heimlich fogást alkalmazod, vagy pedig megfogod a bokáján a fogó és rázod, hanem hogy így van egy technikája ennek, hogy így ráfekteted a kezedre és a hasával, és rávársz egyet a lapockái alatt, és akkor jól kiköpi. Nagyon érdekes volt ez az oktatás, ugye mi is Péterre voltunk ketten, de ott voltak több párok is, ezért éreztem a sorsközösséget. De végre nagyon belejöttünk, úgyhogy már egy idegen ember gyerekét is újra tudnám éleszteni. Kipróbáltam Mancin is, rajta nem működik, cserébe azóta nem szól hozzám. Nagyon nehéz amúgy macskanyukának lenni. Tudom, hogy nem úgy tűnik, de nagyon nehéz. A másik megfigyelésem, hogy kicsit jobban undorodom az emberektől itt teresen, mint általában. Nem tudom, miért van ez, de mostanában akárhol megyek, ha emberek közt kell menni, naponta háromszor minimum letüsszentenek, de kétszer az arcomba befognak, az biztos. A héten kicsúcsosodott, hívtam a liftet, hát kb. Két emettel feljebb a benne álló csávú elböfögte magát, de én ezt már nyilván hallottam ott az ajtóban. Kinyílt az ajtó, és egy ilyen fiatal srác állt egy ilyen susogós melegítőben, kb. Ilyen fluortomi karakter, és nem bírtam magam, hogy megdicsért, mondom, ez igen, ebben van munka. Beléptem a liftbe, és akkor megjelentem a szagát. Kolbászszagú púrhabot befogott volna így a liftbe, ami teljes mértékben kitöltött az ott rendelkezés álló teret. És így azonnal mondtam, hogy figyelj, inkább legyalogolok és megdöglök. Tehát inkább megdöglök, mint hogy ezt szagoljam tovább. Azért kegyetlen és egyre kegyetlenebb. Mondom, most kimennék az utcára, biztos, hogy két ember jönne velem szembe, az egyik lebefögne. Ismertek azokat az embereket, akik úgy fújják az orrukat, mint hogyha lenne ilyen rinoszírosz kor így az arcüregükben, és nem ilyen csendesen fújják, hanem ismertek olyan hangja, mint hogyha egy ilyen plusz akusztikai tér lenne így az arcüregükben. Nem tudom, miért van ez, de én naponta 10 ilyennel találkozom. Ez egy vírus? Beszéltem már arról, hogy az én személyiségem is egy kis változáson megy keresztül az utóbbi időben. Csenki Attila nevezte ezt nevén, ugye terhességi bunkóságnak hívja. Azt hiszem, hogy ezt maximálisan elsajátítottam, gyakorlatilag full terror zone, ezt fogjuk írni a postaládára. Odáig fejült a dolog, hogy már ilyen közlekedési helyzetekben nem az van, hogy így simán csak szentségelek, hanem eljött a nap, hogy behúztam a kéziféket az út közepén, és kiszálltam az autóból, hogy rászóljak valakire, aki rándudált. És mire odaértem az ajtó, valószínűleg ők is megbánták ezt a dolgot, de 6 nagy darab férfi ült az autóban, és hogy úgy mondjam, nekem is van tokám, meg van ilyen high radio a nyakamon, de abban a játékban én csak egy törpillel lettem volna, amit együtt játszottunk volna. Az előző videó alatt írtátok, hogy hát igen, valószínűleg én vagyok a Magyarország legnagyobb nője, ez hazugság, mert én is ismerek nálam nagyobbakat, főleg miután ezt meghirdettem, azaz jelentkeztek is. Úgyhogy nagyon sokféle méretű nő van. Kaptam mindenféle kérdéseket ezzel kapcsolatban, hogy hogy élem ezt túl. Srácok, mindenki azzal dolgozik, amit dobott a gép. Nem hiszem, hogy ezen különösképpen aggódni kéne bárkinek is. Aki kicsi, az kicsi, aki nagy, az nagy. Különben nem, hogy a fickók tökre szeretik a magas nőket. És ez azért van, mert van eszük. Nem mindegyiknek, de néhánynak. És sőt, az én legjobb barátaim is alacsony férfiak általában. Ez egy ilyen titkos paktum az alacsony férfiak és a magas nők között. Erre érdemes odafigyelni. Visszatérve a ruházkodási kérdésre, a cipőimet az interneten vásárolom, de amúgy ti is megtehetitek, mert szinte mindenhol lehet már kapni nagyméretű női cipőt. A ruháimat pedig hát szintén az interneten vásárolom, és van annyi ruhám, hogy az már idegesítő legyen az összes többi családtagom számára. Maga a kezelése, úgyhogy szerintem nem vagyunk bajban, nem kell aggódni, majd kijövök a saját ruhamárkámmal, és nagyon trendi lesz. Minden lesz. Ruhára felvehető tanga, felcsatolhatós dolgok, amire a legtöbb szükség van, amit nem kapunk meg minden méretben. Na, én ezt ki fogom dobni, és nagyon király lesz. Úgyhogy készüljetek fel, készítsétek a pénztárcátokat, lesz hol elkölteni. Mióta nagyon terhes vagyok, azóta van ez a terhességi excuse. Én is Strómannak használom a saját terhességemet. Gyakorlatilag még csak a pizzát nem rendelem úgy, hogy jó napot kérek, ráskóesztelők, egy sajtosonkásat kérek. Annyi, terhes vagyok. Ha megtenek, hogy olyat különnek, ami nem szalmonellás, és nem taposták meg annyira a sonkát, mint a másikon szokták, akkor az tök jó lenne. Mindent így foglalok, mindent így intézek ennek fényében, és azt kell mondjam, hogy működik. Elkezdtünk felkészülni a gyerek érkezésére, mármint hogy így fizikálisan, mármint hogy nem én az én testemmel, hanem a lakástestével. Azzal kezdődött az egész, hogy csináltassuk meg a repedéseket a falon, amiből lett egy teljes lakásfestés, amiből lett egy csomó bútor elhúzás, ami miatt most padlócsere lesz, és hát hogy úgy mondjam, kicsit túltoltuk ezt az egész dolgot. Gyakorlatilag most már egy póklábnyom sem áll meg a szemem előtt, olyan szinten vagyok rajta ezen az ügyön. Sok nehéz dolog van ebben az országban. Nem tudom, szakembert esetleg, bármelyikötök találta már bármihez. Hívtunk kanapétisztítót is. Van egy nagyon hardcore kanapétisztítós fickó,
Amikor először kihívtuk, nem hittem a szememnek, mert megjött egy faszi, egy olyan kedves lábasban, mint a Super Mario-nak van, csak fehér színű volt, és volt nála egy olyan irodai szék, aminek le volt hát szerelve vagy törve a háttámlája, tehát csak ilyen görgős volt, és ez az alja volt meg. Itt volt nála egy készülék, ami már az ajtóban ismertetett, hogy ezt a készüléket ő nem a kereskedelmi forgalomban vásárolta. A kereskedelmi forgalomban nem lehet kapni ilyen magas hőfokon dolgozó kanapétisztítót, ami neki van, úgyhogy ezt ő saját kezűleg rakta össze. És most is egy kicsit furcsa volt, mert így láttam a lelki szemeim előtt, ahogy egy ilyen lángvágóval fogja egy hamura égetni a kanapét. Alapból úgy lehetett nála időpontot foglalni, hogy ő nem időpontra jön, hanem majd szól, hogy neki mikor gyűlt elég időpontja össze ezen a környéken, és akkor ő jön. Tehát, tehát mi igazodunk hozzá. Megjött a faszi, meglátta a macskát, és mondta, hogy ja, hogy állat is van. Arról nem volt szó, hogy állat is van. Hát mondom, ez egy darab macska, hogy így nem tudom, hogy ez mit számít így az egész szituáció illetően. Ahol állat van, ott bogarak vannak, meg mindenféle dolgok vannak. Hát mondom, ez a macska még soha nem volt kint a természetben, szerintem itt nincsenek bogarak. Na azt majd meglátjuk. Elkezdte kitisztítani ezt a kanapét, úgyhogy közben ült ezen a széken, ugye meg görgözött jobbra-balra, a fehér színű overájában, ez önmagában nagyon vicces volt. Majd egyszer csak két párna között széthúzta egy a párnát, mint a pornófilmben szokták a lányoknak. Remek szülő leszek! Szülő és pedagógus. Inkább pedagógus akarok lenni. Szóval széthúzta ezt a két párnát, és egyszer csak felkezdett, jöjjön csak ide! Belenyúlt, kihúzott valamit, egy fekete pötty volt. Na, mondtam, ez egy bogár. Nézze meg, ez egy bogár. Mondom, hogy hát, szerintem ez egy darab csokoládé. Néztünk egymásra hosszasan, mint egy Clint Eastwood filmekben, hogy kinek van igaza. Aztán fogta, összenyomta, és annyit mondott, valóban, ez egy darab túrórudi. Mindenkinek ajánlom, hogy 8 hónapos teljesen kezdjen el lakást felújítani, mert csak jó dolog sülhet ki belőle. Ami még jó a lakóközösségemben, hogy hát vannak ilyen állandó tulajdonságaimvel, hát így az ember idővel megtanul megbirkózni. Ilyen például a fickó, aki velünk szemmel lakik a másodikon, amikor szabadnapja van, és sokszor van szabadnapja, akkor nyitott ablakoknál hallgatja teljes hangerőn a Dolly Rollt, miközben félpucérra locsol. Tudjátok, miért engedik meg maguknak ezt a szomszédok? Tudjátok miért? Mert nem tudják, hogy hamarosan megérkezik Kozsó, és majd jól elsimítja ezeket az összekuszált idegszálakat. Manci továbbra is minden este a hasam alá fekszik, és ott szokott akusztikus koncertet nyomnia a gyereknek. Ez főleg dorombolásból és körömmel dagasztásból áll. Erre a gyerek minden esetben rugdosással reagál. Nagyon várom már, hogy fizikálisan is rugdoshassa a macskát, mert azok lesznek az igazi szép idők. Aki terhes, az tudja, hogy nagyjából 2-4 méterenként szokták az embertől megkérdezni, hogy mikorra születik a baba, mi a neme, terveztétek-e vagy nem terveztétek, császár lesz vagy természetes. Úgyhogy arra gondoltam, hogy fogok készíteni ilyen terhes autós kártyákat, azt fogom majd osztogatni így az utcán, ami rajta van a fényképem, az összes információ, amit megkérdezhetnek, és így nem kell végigmenni rajta percenként. És ez azért lenne nagyon jó, mert akkor ha találkozunk, mi terhesek, akkor tudnánk cserélgetni egymás között, és mennyivel rövidebbek lennek ezek a felesleges körök, nem? Ha már kérdeztétek, igen, június végén vagy közepén fogok szülni a Jánosban, úgyhogy very soon. Láttam néhány tippet, hogy körülbelül mikor tökéletesek, tehát nagy valószínűséggel találkozni fogunk. Összenyitjuk a szobákat, és egyszerre szülni. A végén rajta a legfontosabb témát. Ez egy téma és vitaindító. Volt-e terhes szex az elején, a közepén vagy a végén? Kinek a férje milyen hozzáállást tanúsít? Meg úgy egyáltalán mi a véleményetek erről? Ki szereti, ki az, aki nem szereti, ki az, aki kifejezetten jobban szereti, ki az, aki egyáltalán nem szereti. Nagyon sok sztorim van ezzel kapcsolatban egyrészt, másrészt nagyon érdekel, hogy ti mit tapasztaltok. Alapvetően azt látom, hogy kétfajta férfi van. Van az egyik, aki neki teljesen mindegy, csak legyen szex. Van a másik, aki az a moralizálós típus, aki úgy van vele, hogy ő nem tud szexelni a feleségével, vagy a terhes, mert végig csak azért a fejében, hogy a gyerek ebből annyit lát, hogy Na de apa! Meséljétek el, nálatok mi a helyzet ezzel kapcsolatban. Ha van sztoritok, azt külön megköszönöm. Illetve szeretném megmutatni a legdurrább ajándékot, amit egész életemben valaha kaptam. Ez itt nem más, mint a személyre szabott buddy, amit az egyetlen élőlény díszít, aki tökéletes ezen a világon. Soha nem fogtok ennél jobb dolgot kapni. Soha nem fogtok ennél jobb dolgot látni a világban. Nem készült még ilyen tökéletes termék. Ha a gyerek kinövi, akkor majd hordja a macska. Vettünk neki kis kabolcsizmákat is. Wup, wup.
Matrióska Fesztivál, peregnek a jegyek. Nagyon meglepődtem, mert őszintén egy fesztivált szerettünk volna szervezni, hogy egy alkalmat, de betelt az első, meg betelt a második is, úgyhogy végül három alkalommal megyünk neki a dolognak. Június 8-án lesz az utolsó Matrióska Fesztivál. Akit érdekel ez a dolog, az még gyorsan tud venni jegyet. Ha jól tudom, még van egy félháznyi hely, azért az elég sok. Jegyet a linken tudtok venni, amit mindjárt belinkelek ide alulra. Oda. A leírásba. De amúgy a Duma Színház honlapján van, szóval nem kell aggódni. Iratkozzatok fel, kövessetek Instagramon, meg Facebookon, vagy bármelyiken, vagy egyiken se, vagy az utcán. A sikátorba, a sötétben, oda gyere. Lehet, hogy jövő héten burkolni fogunk, vagy jógázunk, vagy Kozsóval fogunk szexhindát vásárolni. Nem tudom, de azt mindenképp írjátok meg nekem, hogy mi a helyzet nálatok. Kérdeztétek, hogy lesz-e még videó, miután megszültem. Hát reméljük, hogy nem lesz annyira kritikus a szülés, hogy nem tudok több videót készíteni. De lehet, hogy egy életre traumatizálódni fogok, és nem fogom bírni. Nem tudom. Nagyon szeretném, hogy legyen még videó. Az érettségizőknek sok sikert kívánok. Ne igyatok vodka konyakot utána, mert én azt ittam az érettség után 8 darabot összesen. Kétszer estem le ugyanazon a lépcsőn. A másik, hogy ne felejtsétek el beadni az adóbevallást, mert május 20-án van a határidő. Adótok 1%-át pedig adjátok Mancinak, nincs neki alapítványa, úgyhogy készpénzben kérjük. Tegyétek bele egy macskakonzervbe, és vigyétek be a Duma Színház kasszájába, majd átveszem. Vagyis Manci átveszi.